Elindult az egyik helyi járatos autóbusz az uránvárosi végállomásról. Itt történt korábban, hogy az egyik sofőr munkaidőben megverte sofőrtársát a hírek szerint. Ezért kirúgták, amit a buszvezetők helyeseltek akkor. Majd jött egy váratlan fordulat, tudtuk meg a szakszervezeti vezetőtől. Mélységesen elítélik ezt a cselekedetet, és ennek ellenére az elkövetőt a társaság visszavette csekély fél év alatt, amit a gépkocsi vezetők hát nem néznek jó szemmel, legalábbis a nagy százalékuk nem néz jó szemmel. Én mindig azt mondtam, és úgy gondolom, hogy nem csak a pénz, hanem a megbecsülés is számít, de nem csak a gépkocsi vezetők, hanem minden munkavállalónak, és úgy érzik, hogy ebben az esetben hát nem kapták meg a megfelelő megbecsülést. Ez feszültséget okoz. Közben gépkocsi vezetőhiány van, ezért a cégek mindenkit alkalmaznak, akinek megfelelő jogosítványa van. De nem csak Pécset, hanem egész Európában, sőt az Egyesült Államokban és Kanadában is. Nincs utánképzés, gyakorlatilag ez a szakma nem megbecsült. Egy autóbuszvezető, gyakorlatilag mindenki a főnöke. Ha csak a tükebuszt nézzük, minden utas a főnök, itt mindenki főnök, mindenki követel, követelmények vannak, amit nagyon nehéz betartani, és sem anyagilag, sem erkölcsileg nincsenek megfelelően megbecsülve a gépkocsi vezetők. A szakszervezeti vezető azt mondja, a fonódó hálózat nem jó Pécsen, ezen változtatni kell, amit indokol a sofőrhiány is. Mi javasoltuk, de már évekkel ezelőtt javasoltuk azt, hogy csökkentsük a teljesítményt, a kibocsátást, mert nincs erre szükség, át kell írni, racionalizálni kell, a vonalakat át kell vizsgálni, a követési időket át kell vizsgálni, ezt mind meg kell csinálni, és figyelembe kell venni a gépkocsi vezetők létszámát is. Sok éjszakai járat nem kihasznált, célszerű lenne megszüntetni ezeket, de napközben is lehetne észszerűsíteni. Így kisebb teher lenne egy-egy buszvezetőn, mondja a szakszervezeti vezető.